A legkisebbek is rendszeresen részt vesznek a Kolozsvár Teker Sportklub által folyamatosan hirdetett versenyeken. A háromkerekű járgányokat lassan felváltják kétkerekűre, a kezdő kategóriából aztán a haladó és a profi csoportok fele tartanak, majd ők lesznek azok, akik remélhetőleg továbbéltetik és népszerűsítik a kerékpározást. Hol tart most a Kolozsvár Teker mozgalom? Mennyire sikerült rávenni Kolozsvár lakosságát, és nem csak, hogy biciklire ülve járja az utakat, a természetet? Balogh Miklóst, a Kolozsvár Teker Sportklub egyik alapító tagját várom a stúdióba. Addig is tekintsék meg a klub múlt hétvégi versenyén a bajnokság negyedik, stúdiónk nevét viselő szakaszán készült riportunkat. A hétvégén augusztus 26-án szombaton rendezték meg a Kolozsvár Teker éves kerékpáros sorozat negyedik szakaszát, amely a TVR Kluzs, azaz a Kolozsvári TV nevet viselte. A rajt a bükkben az Erzsébet forrásnál volt. Ez a negyedik futam a Kolozsvár Tekerből, ami 6 futamból áll, most már kezdődik, most már érünk a vége fele, még van 2 futam. Reméljük, hogy be fog fejeződni semmi gond nélkül, kisebb sérülések már voltak, ilyen zúzódások, meg egy kis kart, ez a mountain bike-kal együtt jár, hegyi biciklizés, ez benne van a pakliba. A versenyen profik, gyerekek, kezdők, haladók, tapasztaltak és család kategóriában lehetett részt venni. A legaranyosabbak természetesen a teljesen kicsik voltak, akik háromkerekű biciklikkel szálltak versenybe. A terep nagyon jó volt, technikás, mászások, kereszkedések, jó, különleges pálya volt, nekem nagyon tetszett. Igaz, nem éreztem a legjobban magam, de mégis sikerült elsőre érkeznem, és minden oké. Mi volt a legnehezebb része? Hát voltak egyes mászások, amelyek hosszabbacskák, smeredekek is voltak, és technikás része köveken, gyökereken kellett menni, ahol ha nem vigyáztál, tudtál esni is. A terep tehát elég nehéz volt, a szervezők a körök számát is lecsökkentették, hiszen óriási volt a hőség, és ez plusz terhelést jelentett a versenyzőknek. 4 körünk volt, de a meleg miatt levágták 3 körre. Egy kör kb. 4 km és 200 méter lesz, és eléggé nehéz, az erdőben van, nagyok a mászások, nehezek, az ereszkedők veszélyesek, tehát nagyon kell vigyázni. A Kolozsvár Teker, mikor elindul minden év elején, akkor gyengébb és egy kicsebb, szóval kevesebbé technikás területre visszük ki az embereket, de mivel is, hogy idővel telik az idő, és kijönnek versenyezni, akkor mind keményebb és keményebbek a pályák. Persze az utolsó, a 6. az megint könnyebb lesz, mivel is, hogy éjjel lesz az erdőben. A Kolozsvár Teker versenyben még 2 szakasz van hátra, ezek októberben és novemberben kerülnek megszervezésre. Hát a Kolozsvári Televízió nevére szóló oklevelet és egy díszes érmet tartok a kezembe, amelyet most adott át nekem Balogh Miklós, a Kolozsvár Teker Sportklub egyik alapító tagja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mivel érdemeltük ki mindezt? Hát a Kolozsvári Televízió mindig a Kolozsvár Teker mellett volt, és mostan kivételesen nagyon kitett magáért. És, ez a szakasz a nevünket viselte, és mi egészen meglepett. Támogatói. Sőt, ajánlom, hogy ezután is ennyire jól legyen köztünk a közreműködés, és jobban lesznek informálva a személyek, akik eljönnek a versenyeinkre, és másokat is ösztökél, hogy versenyezenek. És talán minket is arra buzdít, hogy igen, minél többen
üljünk biciklire és induljunk útra. Hogyan sikerült egyébként ez a hétvégi futam? Hát, amellett, hogy óriási nagy volt a meleg és rengetegen nyaralnak, ahhoz képest nagyon jól jött, és a visszajelzések mind pozitívak, sőt, olyan új személyek köszönetét olvasgatjuk a netten, amelyikek eddig nem voltak, és el vannak telve, és örvendetes, hogy erőt ad, hogy tovább tudjunk lépni. Ez azt jelenti, hogy egyre bővül a kör. Igen. Éppen kérdeztem volna, hogy bizonyára megvan már egy törzs csapat, akik visszajárnak a legtöbb vetélkedőre, igen, de azt jelenti, hogy újabb jelentkezők, igen, is akarnak. Minden, hát ez egy örömtelő, mindig új és új személyeket fedezünk fel, és ezek az új személyek mindig megelégedése és örömtelék élményekkel távoznak, igen, és visszajelzésekkel. A város határait mindenképpen túllépték, mert most is azt láttuk ott vasárnap, hogy Szebeni jelentkező volt, Temesvárról jött egy egész, igen, család. Bukarestből jöttek, Váradról, Zilajról, Nagybányáról. És ők hogy kerülnek kapcsolatba önökkel? Hát értesítjük is őket, és rendszeresen nézik a Kolozsvár Tekernek az internet oldalát. És akkor ott látják, hogy, igen, miket szerveznek. És akkor mindig készülődnek már előre, és kérdéseket tesznek fel, és már előre izgulnak, mert tudják, hogy mindig valami újat próbálunk nekik nyújtani. És lehet-e még a továbbiakban is egyre újabbat és újabbat hát nyújtani? Ezt próbálunk, sőt, most a jövő héten, vagyis a hétvégén újabb meglepetéssel indulunk, ami eddig nem volt. A cégeknek és a kluboknak rendezünk duatlon versenyt. Na, és két sportág, itt látom a plakátot is elhoztam. Két sportágnak az egyesülése, a szaladás és a biciklizés. És erre várjuk a kolozsvári cégeket, és nem csak a kolozsvári cégeket, hanem az országból más cégeket és klubokat, hogy minél többen jelen legyenek. És akkor ez nem csak azokról a cégekről szól, akik esetleg támogatóik? Nem, ez mindenkinek. Akarjuk, hogy a cégek is közel legyenek egymáshoz, szokják meg a sportolást, és evel lehet azt is elérjük, hogy jövőre többre becsülik a munkánkat, többet számba vesznek, és minket is egy kicsit többet segítenek. Hol fog zajlani ez a verseny? Ez a Kolozsvár központjában fog zajlani, és délután 4 órai kezdett el, de már pénteken és szombat délelőtt is iratkozásokkal és megbeszéléssel jelen vagyunk a helyszínen. Mi a legnagyobb kihívás egy újabb verseny szervezésekor? Most már lassan másfél éve, két éve csinálják ezt két folyamatosan. Éve. Hát a kihívások azok jönnek magától, sőt, most már nagyon sok személy felajánl, hogy mit tudnánk továbbra is csinálni, és próbáljuk úgy, hogy mindenki meg legyen elégedve. Amellett, hogy 100%-ról mindenkit nem lehet kielégíteni, ezt már megtanultuk, de hogyha 95%-ban mindenki ki van elégülve a mi versenyeink, vagyis a mi erőfeszítéseinkbe kell, akkor az már egy örömteli dolog. És én nem is azt láttam önökön, hogy erőfeszítésről kell itt beszélni, hiszen olyan lelkesedéssel csinálnak mindent. Ezen a hétvégi versenyen is láttam, hogy valami fennakadás volt ott a gyerekek indulása körül. Egyből megtalálták a megoldást, odaálltak, szaladtak előttük, szóval a lelkesedés az nagyon-nagyon kitart önöknél. Miért teti ezt? Szerintem ez az egyik titka a Kolozsvár Tekernek, mivel első perctől mi a lelkünket beleadtuk, vagyis azt szeretnénk, hogy mindenki jól érezze magát, és hogy azt érez, amit mi is érzünk. Magukkal ragadják, igen, akkor a többieket is, ezt szeretnék. Igen, egy család kezd kialakulni, legalábbis a kolozsváriak és a visszatérő sportolók között. Egy egész, hát egy jó nagy családról beszélünk, jó nagy családról beszélünk. Igen. Emlékszem, hogy a bejátszásban is talán elhangzott Kertész Leventével, a másik alapítótaggal készített interjú során. Azt mondta, hogy reméli, hogy egy problémamentes, balesetmentes napjuk lesz. Mennyire gyakori, vagy mi az a legrosszabb helyzet, ami eddig előfordult ilyen szempontból? Hát
A legrosszabb helyzet tavaly történt, egy személy, akik végigment a pályán, amit rendeztünk, mielőtt megkezdődött volna a verseny, akarta látni a pályát, megbotlott és leesett, eltörte a vállát, és ugyanazon a versenyen, egyenes helyen megcsúszott egy versenyző a köven, és úgy szintén váltöréssel. Csonttöréssel zárult. Ezek voltak a legrosszabb. Az nagyon benne van a pakliban. Igen, sőt, ajánlom a sportolóknak, hogy olyan helyen is vigyázzanak, ahol azt gondolják, hogy veszély nincsen. Mert a veszélyes helyeket azokat jobban irányítják, és jobban kézbe veszik. És a kevésbé veszélyes helyeken pedig egy kicsit lazábban elengedik magukat, hát itt nem történhet semmi, és akkor... És akkor emiatt. Tehát nem is annyira mondjuk a biciklinek a minősége, vagy a felszereltsége hát okozza ezeket, hanem... A tavalyhoz képest nagyon sokat fejlődött. Az első, sokszor visszanézzük a régi képeket és filmeket, amik voltak, és meglepő, hogy milyen biciklike is jöttek egyesek a versenyre. De azóta mindenki próbálja fejleszteni, amennyire fejlődtek a kezdők és a haladók idősorán, hogy bizonyos helyeken jobban le tudnak jönni, annyira fejlesztették a felszerelésüket is. Ezt sokkal láttam, hogy nagyon sok versenyző szerelve. Maga a ruházat is teljesen átalakult sportosság, igen. Olyan kimondott biciklis mezzé, úgyhogy jó irányban haladnak. A kezdetekkor megfogalmazták maguknak a célkitűzéseket, megvoltak az elképzeléseik, na most ahhoz képest eljutottak oda, ahova az elején gondolták, vagy esetleg várakozásokon fölül teljesítettek? Hát egyes helyzetekben felülmúltuk, amit vártunk, és egyes még haladunk, még mindig lépkedünk felfele, mert ez egy elég hosszú út, és... Szerintem a bicikliseket is még rengeteget fog kelleni. Szeretnénk, hogy eljutnánk arra a nivóra, mint a norvég, meg a holland. Hát mi nagyon sok tekintetben szeretnénk eljutni arra a nivóra, de a mérce az jó, akkor ezek szerint. Még azt szeretném kérdezni, talán kevesebb, mint egy percünk van, hogy az év hátra levő részében milyen versenyszámok lesznek még? Hát... Azon kívül, amit most szombaton fogunk rendezni a cégeknek, azon kívül még jön az ötödik szakasz és a hatodik szakasz a Kolozsvár bajnokságából, vagyis a Kolozsvár Teker bajnokságából. És általában még mindig beszökik egy-két gyerekverseny, vagy felkérésre még rendezünk különböző összejöveteleket, vagy kiszállásokat. Hát akkor az a lényeg, hogy figyeljük a honlapjukat, igen, és a sajtót, és hogyha, igen, azt olvassuk, hogy Kluzsul például Jázöl, vagy Kolozsvárteker, akkor tudjuk, hogy önökről van szó. Köszönöm szépen, hogy eljött ma délután, és további sok sikert kívánok.